Továbbra is sok a bizonytalanság az új kata szabályok körül. Szakértők szerint azoknak a katásoknak, akik most kikerülnek a rendszerből, azzal kell majd szembesülniük, hogy a kata eddig EU-s színvonalra vitte fel a jövedelmüket, ennek azonban vége lesz. Angyal Józseffel beszélgetünk. Okleveles adószakértő Angyal József, jó estét kívánok! Estét kívánok! Katások és a megoldások. Én azt ígértem a kedves nézőknek, hogy talán meg tudja mutatni, el tudja mondani, hogy mi a megoldás azoknak, akik katában vannak és reménytelennek látják a helyzetüket. Van olyan megoldás, amitől ez reményteljesebb lesz? Van, tehát tulajdonképpen eddig csak álhírek terjedtek. Én most mindenkinek azt ajánlom, hogy amit eddig a katáról hallott, már a katáról átanyadásra áttérést, felejtse el. Ma délután Parag Lászlónak is megjelent egy nyilatkozata, amiben rögzítette azt, hogy minden híreszteléssel ellentétben szeptemberig semmilyen változás nem lesz. Igen, a budapesti kamara, volt iparkamara volt az, amelyik azt mondta, hogy úgy tudja, hogy... Hát ez igen, azt a látszatot keltett, mintha lenne, soha ennyire nem örültem még Parag László nyilatkozatnak. Tehát szögezzük le, hogy sem részletszabály nem lesz már szeptember 1-jéig, sem változás nem lesz szeptember 1-jéig, ez a törvény így, ahogy van, így kell végrehajtani. Ami a ne legyen félreérthető, vajon nem annak örült, hogy a katásokkal ki lett szúrva, hogy nem, csúnyán fejezem nem, ki magam, hanem most, hogy világos a helyzet. Nem most van itt az ideje a tiltakozásnak, tehát októberben lesz még jogszabályváltozás, akkor lehet javaslatokkal előállni, ami majd január 1-től, de most mindenkinek arról kell dönteni, hogy a következő 4 hónapban mi lesz. 2023-at még senki ne tervezzen, mert azt még nem tudjuk. Tulajdonképpen a bizonytalanságot könyvelőknél is az okozta, és mondták azt, hogy hát nem tudnak semmit, várják a részletszabályokat, hogy valóban az átalányadózás számítása sokkal bonyolultabb. De emlékeztetnék arra, hogy ma már a bérszámfejtés sem kézzel készítik, hanem szoftverek. Tehát ha van egy jó kalkulátor, amelyikbe beütöm, hogy abban a hónapban mennyi bevételem volt, és pontosan kiszámolja a különböző fizetendő járulékokat, akkor ezzel sok dolgom nincsen. Elmondanám azt, hogy mi ezzel a kalkulátorral szemben az elvárás. Mert az adóhatóság közzétette egy kalkulátor, de az semmire nem jó. Következőről van. Ez jó hír. Hát ugye elmondom, mi a, csak a legfőbb kifogást, beütöm az éves bevallást, mondjuk 10 millió, elosztja 12-vel az a havi bevétel. Hát ugye ez egész évre vonatkozik, és nem az utolsó 4 hónap, meg ilyen nincsen. Tehát olyan kell, első szempont, ami havi bontású. Ahol be tudom ütni, hogy szeptemberben mennyi bevételem volt. A következő, találtam ilyen kalkulátort, de azok is elnagyolják, azt mondják, hogy jó, de számolunk, de nem számoljuk az iparűzési adót, pedig ez egy jelentős tétel. Jó, de nem számolunk a különféle kedvezményekkel, hiszen az összes adóalap kedvezményt figyelembe lehet venni. Tehát olyan kalkulátorra van szükség, ami komplett. Én készítettem ilyen kalkulátort, remélem, hogy más is fog, tehát havi bontásban is komplett számoljanak. Egy ilyen kalkulátorba be van építve az a tudásanyag, ami szükséges ahhoz, hogy kiszámoljuk az általányadal különféle járulékokat és adókat. Ezt követően viszont, ha az adminisztrációs terhet nézzük, az már nem sokkal több, mint a katánál. Tulajdonképpen, aki főállásban vagy másodállásban dolgozik, annak havonta kell egy úgynevezett 58-as járulékbevallást beadni. Ma már egy vállalkozónak nem jelent nehézséget, hogy a NAV honlapján egy nyomtatványt kitöltsön és beküldje az adóhatósághoz. Hangsúlyoznám, hogy nyugdíjasnak még ez sem kell, mert neki nem kér járulékbevallást. Ezentúl már csak annyi tendője van, hogy negyed évente a személyi jövedelemadó előleget el kell utalni az adóhatóságnak. Ennyi az adminisztráció, és nem több. Viszont én öntől okosodtam, és azt olvastam, hogy ráadásul van olyan katás, aki itt az utolsó 4 hónappal voltak éppen még jól is járhat. Mert igazából nem lesz fizetni valója, hogyha az általányadózásra áttér erre a 4 hónapra. Ez hogy van? Tulajdonképpen azért, mert ezek az kedvezmények, az összes ilyen adókedvezmény, az valójában egész évre vonatkozik. Tehát általányadózásnál, ha a 40%-os költségtartalmat leszámítom, a megmaradt adóalapból még 1.200.000 forint éves adó leírható. Na most, ez, ha éves szinten nézzük, ez havi 100.000. De most az utolsó 4 hónapra vesszük ezt a 1,2, az havi 100.000. Az havi 300. Havi 300, bátor, igen. Havi 300.000, tehát valójában az összes kedvezmény meg háromszorozódik. De ugyanez igaz például a 25 év alattiak kedvezményére, akik éves szinten havi 433.700 adóalapcsökkentést vehetnek igénybe, ez kb. 5,2 millió forint,
ezt egész évre vehetnék, most meg a 4 hónapra vehetik figyelembe. A családi kedvezménynél, ha valaki most igénybe vesz utolsó 4 hónapra, még az is előfordul, hogy tavasszal SZIA visszatérítést fog kapni, egyszerűen azért, mert aki katás volt eddig az első 8 hónapban, ő neki a jogosultsága megvolt a családi kedvezményre, csak éppen nem vehette igénybe. Nem volt alapja. Nem volt alapja. Most viszont, hogyha megfelelő jövedelme lesz az utolsó 4 hónapban, akkor lesz alapja, és így a bevallásban lehet, hogy a kormány szándékát eltérően, de SZIA visszatérítésben is részesülhet. Tehát úgy foglalnám össze, hogy arról is szó volt például, hogy a pedagógusok, az egészségügyiek, a nyugdíjas szakik, hogy ezek mind abba fogják hagyni a tevékenységet. Nem, mert a nem főfoglalkozású adózók, általány adózók, az kevesebb adót fizetnek, mint ha katások lennének. Hangsúlyozom ebbe a 4 hónapba, de nyugodtan lehet, hogy valaki erre a 4 hónapra most választja az általányadózást, van 4 hónapja, meglátja, hogy esetleg milyen jogszabályváltozások lesz, majd januárban akkor másképpen dönthet. De most nincs alternatívája ennek, és én a könyvelőket azzal nyugtatnám, hogy nem kell nekik számolni, egy jó kalkulátor kell, ami komplet. Talán elvárható lenni, az adóhatóság is tegyen egy ilyet közé, tehát még egyszer, hogy havi bontás, és minden adóra járulékra terjedjen ki, és akkor viszont a könyvelők se fognak úgy fázni ettől. Csomó embernek akkor az az üzenet, hogy semmi pánik, lehet, hogy ez a 4 hónap ez jobb is lesz, és aztán meglátjuk, ki tudja, hogy merre fordul ez a történet. Angyal József okleveles adószakértő, köszönöm szépen. Köszönöm én is a lehetőséget. Aztán most tudják, úgy folytatódik a műsora, hogy az ilyenkor most már minden hétköznap lenni szokott, hogy megkérdezzük a kollégánkat, hogy és mi lesz nálatok, de speciál most tudom, mert Dallas, Texas, Orbán és Lampi Ági. Szia Ági! Szervusz, jó estét kívánok! Hát ráhíváztál, valóban ez lesz a téma, mert ugye Orbán Viktor nyitotta meg Dallasban az amerikai konzervatívok találkozóját, és aminek a főszónoka egyébként majd Donald Trump lesz később. A magyar kormány amúgy, ahogy el is hangzott, komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy a miniszterelnök felszólalhasson a republikánusok nagygyűlésén. Egyébként Orbán keresztény értékekről, migrációról, genderről, a liberálisok elleni harc fontosságáról beszélt, és eleresztett néhány poént is, például a Ewing-Goraj társaságról, nőimitátorokról, Chuck Norrisról, magyar feleségekről. És ami még érdekes volt, hogy olykor tulajdonképpen ki is oktatta a közönséget, és kvázi lediktálta a republikánusoknak, hogy melyek lennének a legfontosabb tennivalóik, hogyan érhetik el a politikai céljaikat. Úgyhogy átbeszéljük a műsorban, hogy mennyire volt amerikai ez a beszéd, és mi lehetett Orbán célja, mit ért el, mi volt a fő üzenete, és persze, hogy milyen hatása lesz ennek. Úgyhogy lesz témánk bőven a vendégeinkkel, ezeket átbeszéljük, majd Szent Iványi Istvánt külpolitikai szakértővel, volt nagykövettel, aztán itt lesz Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke, EP képviselő, és Pulai András, a Publikus Intézet stratégia igazgatója. A műsor második felében pedig Skype-on kapcsoljuk majd Simonyi András, egykori washingtoni nagykövetet is, úgyhogy izgalmas lesz, ígérem, várom önöket. Hát van miről beszélnetek, úgyhogy remélem, hogy sokan veletek is tartanak. Köszönöm szépen, és önöknek köszönöm a figyelmet, jó hétvégét kívánok egyúttal. Hétfőn remélem újra találkozunk, én itt leszek. Viszontlátásra.